raktam addig. Fuck! Hát én már nyomatom, amik mióta. Még ő is részt vett a takarításban, 9. éve teszik rendbe a földnapja alkalmából civilek az almári Pálos Kolostor környékét. A kolostort hiába keresnénk, csak a romjai vannak, de az sem látszik. A 70-es években feltárták, majd visszatemették a falakat. Most 50-en takarították a területet. Segítettünk. Vártuk a gajakat. A segítők között voltak közösségi munkát végző középiskolások, és ha megnézzük azt, hogy hogyan pihentek néhányan takarítás után, azonnal látni, hogy a jógások is kint dolgoztak. Annak örülnénk, hogyha akik erre járnak, azok meg is őriznék azt a rendet, amit mi itt megcsináltunk ilyenkor. Mácsár Beáta, a Forrás Szabadidős DSE elnöke 9 éve szervezi ezt a takarítás tereprendezést. Megpróbáljuk visszahódítani egy kicsikét az emberek számára olyan értelemben, hogy újra kulturált és kiránduló hely válhasson ebből a területből, amit már az évek alatt benőtt a gaz, a fű, a gyomnövények. Idén először a Dobó István Vadásztársaság is együtt takarított a civilekkel, csak nem teljes létszámmal jöttek. Még ebédre is meghívták a dolgozó önkénteseket. A földnapja alkalmából azt hiszem a vadászoknak igazából itt a helyük az erdőben, hiszen ez a második otthonunk. Aki szereti a vadat, a természetet, az kell, hogy óvja, vigyázza, tisztítsa, gondozza. Megtisztították a területet a szeméttől, kivágták a cserjéket, bozótot. Fontos lenne, hogy mindenki érezze át a felelősségét a környezetért, és mindenki tegyen a lakó környezetében csak egy picit, én azt gondolom, hogy akkor sokkal szebb, otthonosabb, barátságosabb a város. Még az egriek közül is kevesen tudták sokáig, hogy Almár határában egykor Pálos Kolostor működött. 3 évvel ezelőtt pihenőhelyet alakítottak ki, padokat, információs táblákat raktak ki. Ősszel egy keresztet szeretnének itt felállítatni.